Június 14-én és 15-én több alkalommal találkozhattak a városban vagy a környéken élők a 40. Tour de Hongrie kerékpáros körverseny résztvevőivel. Az útlezárások ugyan megnehezítették a tiszafürediek és az itt áthaladók életét, de cserébe egy különleges élménnyel gazdagodhattak azok, akiket érdekel a kerékpársport. Most egy összeállítást láthatnak a verseny pénteki és szombati tiszafüredi eseményeiről. Több mint 9 évtizeddel ezelőtt, 1925. június 27-én indult útjára először a Tour de Hongrie mezőnye. Ma már csak nem minden országban van nemzetközi körverseny, amit hazai versenyző akar megnyerni, és éppen ezért a külföldieknek nagy dicsőség elcsenni az összetett első helyet. A leghosszabb Tour de Hongrie 1393 kilométer volt, a 2019-es jubileumi 40. körversenyre 19 csapat 132 kerékpárosa nevezett. A verseny június 11-én rajtolt el, a teljes táv 890 km volt. Tiszafüred a verseny 3. A és 3. B etapjában volt érintett, június 14-én 115,2 km megtétele után Kazincbarcikáról érkeztek ide a versenyzők, az ütemterv szerint 12 óra után. A szakasz célvonalát, illetve az eredményhirdetés helyét a Húszöles út és Örvényi út kereszteződésénél jelölték ki. A korábbi évektől eltérően nem csak elsuhantak a tiszafüredi nézelődők előtt, hanem meg is álltak itt, volt tehát idő megnézni a versenyzőket és a kerékpárokat. A 3-as A szakasz győztese Lovasi Krisztián lett egy fél kerékhosszal. A különbség annyira kicsi volt, hogy a műsorvezető először másodikként nevezte meg Lovasit. A hivatalos végeredmény azonos idővel rögzítette 2 óra 33 perc 21 másodperccel az első magyar és a második helyezett lengyel versenyzőt. A tiszafüredi Halas térről kora délután indult útjára a mezőny, a 3-as B, vagyis egy félszakasz teljesítésére. Ennek versenytávját 69,8 km-re tervezték, a befutó Hajdúszoboszlón volt. A felvételeket munkatársunk készítette a Patkóscsában. Június 15-én ismét láthattuk a Tour de Hongrie mezőnyét Tiszafüreden, amikor a negyedik szakaszt kezdték meg, Karcagról indulva. A 169 kilométeres etap célállomása a Kékestető volt. Ezen a napon már tényleg csak néhány perc kellett ahhoz, hogy a résztvevők átrobogjanak a városon, a 33-ason. Amikor a kísérőautók is elhaladtak, néhány perc múlva már megindulhatott a járműforgalom a Húszöles úton. Az tény, hogy a Tisza híd és a 33-as főközlekedési út hosszabb ideig tartó lezárása sokaknak okozott bosszúságot ezen a két napon, de sok embernek élmény volt látni a Tour de Hongrie mezőnyét, eseményeit itt helyben, Tiszafüreden.